Az elmúlt 3 hétben 2 nagy fagyhullám érte el Magyarország területét, ezek közül az első csak -3 és -6 fok közötti lehűléseket hozott, azonban a második, március utolsó napján érkező hideg a gyümölcsösökben akár 80-90%-os károkat is okozott. Az április 1-i és 2-i fagykárok után az látszik, hogy a kajszibarackban nagyon jelentősek országszerte a károk, 80-90%-ban semmisültek meg a virágok. Második helyen áll a listán az őszibarack, 60-90% közé besülhető a virágkárok mértéke. Majd talán legnagyobb mértékben a cseresznye és a körte sérült, valamivel elmaradva az őszi barack mögött. A többi gyümölcsfaj, az alma, a megy, a szilva, a dió, amelyek még a virágzástól valamivel távolabb álltak, talán kisebb mértékű sérüléseket szenvedtek el, de mindenképpen több 10%-ra tehető ezen gyümölcsfajoknál is a virágkárosodás mértéke, sőt egyes termesztő körzetekben még az alma esetében is messze 50% fölötti virágkárokat figyeltek meg. Jelentős termés kiesésre is számítani kell a virágkárosodások miatt, tette hozzá Apáti Ferenc, aki elmondta, bíznak benne, hogy az alma, a dió, a szilva és a megy esetében még a több 10%-nyi virágkárral együtt is közepes termése lesz a gazdáknak. Ezen azonban tovább rontott az április 15-ére érkező fagyos hajnal. -2 és -6 fok közötti hőmérsékletek alakultak ki Szabolcs megyében. Vélhetően jelentős mértékben tovább fokozták a virágkárok mértékét. Nagyon sok minden attól függ, hogy az adott termesztőkörzetben megállt-e a hőmérséklet -2, -3 foknál. Ott azt gondolom, hogy további nagyon jelentős károkat már nem okozott az elmúlt 2-3 hétben kialakuló virágkárosodáshoz képest. Viszont ahol -5, -6 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála, ott a megyben, a szilvában és a közvetlenül virágzás előtt álló almában is további jelentős károkkal kell számolni az elmúlt 2-3 hétben kialakult károkon túl. Ennek a mértékét becsülni jelen pillanatban még képtelenek vagyunk. Apáti Ferenc hozzátette, a várható hozamokat se tudják megbecsülni, ugyanis május közepéig még további fagyos időszakok is érkezhetnek. Ennek következtében pedig még arra sem lehet becsléseket adni, hogy az eddigi fagykárok milyen hatással lesznek a gyümölcsárakra, az azonban látszik, hogy már biztosan nem lesz túltermelés az ágazatban.